Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki amen, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket! Hát történelmi esemény. Történelmi esemény folytatódik, hiszen ugye tegnapi napon megérkezett Ferenc pápa, ez az ő 41. apostoli utazása, másodjára van itt Magyarországon. És az jutott nekem eszembe tegnap Péter, hogy hát rengeteg embernek, aki 1996 után született, és esetleg nem vett részt a 2021-es eukarisztikus kongresszuson, ők még soha nem találkoztak a pápával. Már melyikkel? Ferenc pápa. Oké. Mert hogy igen, valóban, tehát hogy akik igazából hirtelen hallgattam az időt, amit mondasz, és úgy megdöbbentem, 96. hogy azután is születtek emberek. Igen. Bocsánat, elnézést kérek mindazoktól, akik ezután születtek. Mint én is. Ja, jó reggel. Na nézzük akkor, hát elnézésüket kérjük mindazoktól, akik most 8 óra 30 perckor várják a Szikla Szentmise közvetítést. Tehát most már úgy néz ki, hogy a Vatikán is megerősítette, hogy lesz élő közvetítés. A Batthyástatmann László intézetből, úgyhogy ezt akkor örömmel fogjuk majd közvetíteni. A műsorújságban is ez van. A tegnapi napon azért aggódtam, hogy mennyire térünk el tőle, de hát azt hiszem, hogy... Egész szorosan követik az eseményeket, azt kell mondani. Igen. Na, nézzük akkor az elérhetőségeink 061-780-80-85. Hirtelen gondolkodnom kellett. Aztán pedig a közönségszolgálat kukac.katolikus.tv, tehát ezen a e-mail címen tudják elmondani észrevételeiket, és hát körülbelül most így, amíg a jel meg nem érkezik Vatikánból, addig van egy kis időnk, hogy átbeszéljük az elmúlt napok eseményeit, és hát legfőképpen kiemelten az elmúlt napnak az eseményét, hiszen itt bent is eléggé izgalmas volt az élet, főleg azért, mert rohangáltunk a Szentatyának a beszédei után, hogy éppensége hol tartanak. Másrészt pedig hát a Domiék viszont élőben jelentkeztek Washington számára a News Nightly-nak, vagy a... News Nightly-nak, igen. News in Depth-nek, tehát most már nem tudom sose eldönteni, hogy igen. Melyik újság, vagy melyik újság? Melyik műsor? Igen, melyik műsor. Miről beszéltetek? Vagy miről beszéltél, mert ugye hát te voltál a tudósító. Hát én nem a Ferenc pápa beszédei után rohantam, de bizonyos szempontból igen, mert reggel megírtam azt, hogy mit is fogunk, miről is fogok majd beszélni, aztán az egészet átírtam egy óra leforgása alatt, hiszen rengeteg gondolatot osztott meg a Ferenc atya, amit én azt gondoltam, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a nagy közönség is tudna róla, hallhatna róla. Amikor azt írta a Ferenc pápa ugye ebbe a nagy vendégkönyvbe, hogy ő a béke zarándokaként érkezik ide Magyarországra, azt mondta, hogy a zarándokként és barátként jövök Magyarországra, aztán Budapestrel kapcsolatban azt mondta, hogy ez a hidak és a szenteknek a városa, ami nem csak hogy a békeháza kellene, hogy legyen, hanem a fogadtatásnak is egyfajta proféciája. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt ott találta ki Ferenc pápa, de ez egy nagyon-nagyon tömör valószínű, mondani való volt. Hogy kellő alapossággal fölkészült, igen, erre az útra, mert hogyha nézted akár a Domonkos nővér, a tanúságtételeknél, hihetetlen, tehát tudta, hogy miről fognak beszélni, és így alaposan tudott figyelni, annak ellenére, hogy közvetlenül nem fordították. De ez a fajta odafigyelés, odaadás, amit ők kaptak a tanúságtevők, ez még a televízió képernyőn keresztül is így átjött. Nem tudom, a nézők mennyire látták, vagy mennyire tapasztalták ezt. Abszolút szerintem, és érdekes, ugye tegnapi nap, főleg az eleje inkább arról szólt, hogy a különböző méltóságokkal, állami, egyházi méltóságokkal találkozik. Pietro Parolini érsek adott egy interjút pont a látogatás előtti nap, és ő azt mondta, hogy hát valóban szó lesz majd a békéről, de hogy ezért Ferenc pápának az elsődleges célja az nem az, hogy akkor itt most az ukrajnai helyzetre fókuszálja, hanem a magyar embereknek a hitéletét, az egyház identitását szeretné megerősíteni. Én tegnap azért inkább a fókuszt a békén láttam, este fele már picit, mintha... Én azt láttam valóban, tehát az antré, az érkezés az abszolút erről szólt, viszont nekem feltűnt, hogy a Szent István Bazilikában mind lelkipásztor van. Egyetértek, igen. Tehát, hogy nagyon nyugodt volt, nagyon kedélyes volt, tehát mintha egy egészen más szemét, más pápát látnak, mint akit mondjuk akár előző hetekben mondjuk közvetítettünk itt az Angelus, vagy a Regina Célia, vagy éppenség az audiencia alkalmával. Tehát, hogy nagyon friss volt, kipihent volt, és abszolút jelen volt a
bazilikában. És azért ott is elég komoly üzeneteket megfogalmazott, ugye azt mondta, hogy az elvilágiasodás az egyik legnagyobb veszély az egyházban. És valahol én azt érzem, hogy ez itt Magyarországon is azért egyfajta veszély, amire nagyon is oda kell figyelni. Nem csak az egyházi, nem csak a klérusnak, hanem ugyanúgy a laikus híveknek is, jó magamnak is szerintem. Nem tudom, de hogy vele, Péter? Igazából nem értem, mi az az elvilágiasodás. Jó, csak most vicceltem. Tehát, igen, hát ezekbe bele lehet menni, azt gondolom. Sőt, érdemes is, és a tegnapi napon is azt mondtam, hogy ez az a csatorna, amelyik a tegnapi nappal kezdődően, tehát kommentár és mindenféle oda-vissza csatolgatások nélkül élőben közvetíti maga az eseményeket. Én nagyon sajnálatosnak láttam és vettem, hogy az első beszédét nem tudtuk fordítani. Remélem, hogy Pál Gergő már elindult a stúdió irányába, és meg fog érkezni. Úgyhogy, de a mai napon mindenféleképpen a Szent Atyának a megszólalásait akkor magyar nyelven is tolmácsoljuk. És ami a legfontosabb, az, hogy imával tudjuk kísérni ezt az apostoli utat, amit Budapesten zajlik, és pontosan azért, mert hogy magunkévá tudjuk tenni, tehát a szívünkben helyet tudjunk engedni vagy szorítani azoknak az üzeneteknek, azoknak a gondolatoknak, amit mondjuk ebben a Szent Atya megfogalmaz, vagy a tanúságtevők is, mert azt hiszem, hogy azok is szépek voltak, vagy éppenséggel a egyéb más megszólalók. Na. És hát a mai nap is olyan izgalmas lesz. Előző héten ugye készítettünk szintén a News Nightly-nak egy kis videóanyagot itt a pápa látogatásra készülve, és amikor éppen ezt a videót forgattuk, készítettük el, akkor én ellátogattam a Boldog Batthyány Stratmann László intézetbe. Egy nagyon pozitív élmény volt, igen. Elmesélték nekem, hogy hogyan is történt ez a megkeresés. Mondták, hogy hát ide jöttek egy nagy méltóságok, és hát nem tudták, egyházi és állami méltóságok is, és akkor még eleinte nem tudták, hogy bizony hát a Ferenc pápa látogatása miatt jönnek ide az intézetbe, hogy felmérjék, hogy akkor ez lehet-e az egyik helyszín a látogatásnak. És közben viszont megkaptuk a jelet, önök is láthatják, a Szent Atya megérkezik a magánlátogatása Boldog Batthyány Stratmann László otthonba. Az eseményt élőben fogjuk közvetíteni, és addig, ameddig a Szent Atya ki nem száll az autóból, addig még gyorsan elmondjuk, hogy ezt követően 10 óra 15 perckor az Árpádházi Szent Erzsébet templomban találkozik a szegényekkel és menekültekkel, 11 óra 30 perckor pedig az Isten Szülő Oltalma templomban találkozik a görögkatolikus testvérekkel, 16 óra 30 perckor pedig a Pap László Budapest Sportarénában a fiatalokkal fog találkozni a Szent Atya, utána pedig magántalálkozó lesz az apostoli nunciatúrán, tehát 18 órakor a Jézus Szíve, pontosabban Jézus társasága a jezsuitákkal. Ez egy magánlátogatás, amúgy az apostoli nunciatúrán szállt meg a Ferenc pápa, úgyhogy azt hiszem, hogy valami még mondandót. Reméljük, hogy jól aludt. Holnap 9 óra 30 perckor Kossuth tér, Szent Mise, azt követően pedig Regina Céli imádság. Ha tehetik, jöjjenek el erre a Szent Misére. Bármilyen egyéb információt szeretnének kapni, tudni, akkor azt megtehetik, mégpedig a ferenc2023.hu honlapon. És készüljünk együtt a mai napra is imádsággal. Ha pedig lehetőségük van, akkor továbbiakban is köszönettel fogadjuk az önök támogatását. Mindenféle kommentár nélküli tájékoztató, vagy pártpolitikai hozzáfűzések nélküli tájékoztatót szívesen ajánljuk online területünket, mégpedig a katolikus.mát, hiszen ott is közvetítjük az adást, illetve ott pedig egy elég felkészült szerkesztőség kommentálja, illetve készíti össze az anyagokat, a gyors beszámolókat. Azt hiszem szépen, hogy elköszönünk, és adjuk át a szót most Ferenc pápának, mégpedig egy rendkívüli látogatásnak. Azt hiszem, hogy megérdemli Fehér Anna nővér, hogy az a mű, amit elindított. Az örökség, azt most ő is láthatja, így van, Szent Atya is. Igen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Thank you.
Thank you.
Sanctum Patrem Franciscum, salutamus oratione Franciscus pro Patrem. Domine, fac me servum pacis tue, ubi odium amorem seram, ubi iuria veniam, ubi dubium fidem, ubi desperatio spem, ubi caligo lucem, ubi tristitia letitiam. Gratias tibi, ago pro confirmandu nos in fide, spe, et amore fraterno in tua visitatione. Laudetur Iesus Christus. Thank you.
Nem múlik el, sosem a szeretet.
gondolkodtam, mint egyenek, de mikor felnőttem, elhagytam a gyerek szokásaim, itt tükör által, homályosan látom, és minden, de minden véget ír. Csak a szeretet nem múlik el, a szeretet, de sosem fogad el. A szeretet nem múlik el, mert a szeretet maga.
Szent Atya számára most tudjuk átadni azt az ajándékot, ami a műhelyünkben készült, és mindenki, aki a műhelyben dolgozik, ennek az ajándéknak az elkészítésében részt vett. Aki nem látja, az is tudjon róla, hogy a Szent Atya számára egy tarisznya készült a Vatikán és Argentína színeiben. És egy olvasót készítettek a lakóink, nem ezből. Amire ferences keresztet, a taut tettük. Az ajándékba került még egy olasz nyelvű könyv Fehér Anna nővérről, aki az intézmény alapítója volt. Két levél, egy üzenet lakóinktól, Braille írással és olaszul. A másik pedig egy vak kisfiú gyógyulás története. És engedje meg, Szent Atya, hogy akkor ezt az ajándékot két lakónkkal, tanulónkkal átnyújtsuk önnek. Tanti a tutti voi per l'accoglienza e la tenerezza. Nagyon szépen köszönöm nektek a fogadtatást és a gyengétséget, mivel engem itt fogadtatok. Grazie per i vostri tanti pensieri. Nagyon szépen köszönöm az énekeket, a gesztusokat, a szemeiteket. Grazie. Signor direttore, perché lei ha voluto cominciare quest'atto con la preghiera di San Francesco. Nagyon szépen köszönöm önnek, igazgató úr, hogy ezt a mai találkozót Szent Ferenc imájával kezdte. Che è un programma di vita, perché sempre il santo chiede la grazia che dove non c'è qualcosa io possa fare qualcosa. Quando manca qualcosa io posso fare qualcosa. Ez olyan, mint egy életprogram, mert a Szent igazából kéri a kegyelmet, hogy ott, ahol valami hiányzik,
hogy ő valamit hozzátegyen. E un cammino dalla realtà com'è portare avanti, far camminare la realtà. Ez segíti a realitást, hogy működjön, hogy tovább menjen az életben a realitás. E questo evangelio puro. Ez pedig nem más, mint tiszta evangélium hirdetés. Gesù è venuto a portare la realtà com'era e portarla avanti. Igazából ő azt a realitást befogadja olyan, amilyennek, és azt tovább akarja vinni. Sarebbe stato più facile prendere le idee, le ideologie e portarle avanti senza tener conto della realtà. Sokkal könnyebb lett volna különböző ötleteket vagy ideológiákat elsajátítani és azokat továbbvinni, anélkül, hogy a realitást figyelembe venni. Questo è il cammino evangelico. Questo è il cammino di Gesù. E questo è quello che lei, signor direttore, ha voluto esprimere con la preghiera di San Francesco. Grazie. Az evangélium útja ez, Jézus Krisztus útja ez, és ez az az út, amit ön, igazgató úr, ki akart fejezni Szent Ferenc imájával az elején. E grazie a tutti voi. Köszönöm nektek, mindannyiatoknak. Pater Noster, Fies in Celis, Sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo, et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Amen. Et benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Andiamo nel terreno. Thank you.
azt szóra kíséret nélkül, hogy szóljon, hogy együtt vagyunk és még imádságos lelkületben. Jézus életem, erőm végén. Jézus Certo, subito.
a katolikus televízióban, és hát nagyon örülök, hogy a Szent Atya végül is látható és hallható volt az intézetben. Igen, és izgalmas pont azt olvastam, hogy a gyerekek megkérdezték az igazgatót, Ilonthai Györgyöt mi néhány héttel ezelőtt, hogy akkor a pápa itt fog dolgozni az intézetben, hogy jön, és akkor innentől kezdve itt fog dolgozni. Ez jó, ez jó. De azt mondta erre az Ilonthai György úr egy interjúban, hogy hát a gyerekek valaki olyannal fog találkozni, akit már ismernek. Hogy itt ebben az elmúlt néhány hétben ezek szerint ők nagyon is jól tudták, hogy ki fog hozzájuk ellátogatni. És úgy tűnik, hogy a pápa is igazán jól rá tudott volna rezonálni az ő jelenlétükre, az ő énekükre, az ő mondani valójukra. Hát nem beszéltek, hanem az ének nyelvén kommunikáltak. Igen. Igen. Odaadom neked, mert nagyon szépen tudod igazából elmondani ezeket az imákat. Igen, nem is tudom, hogy ez végül elhangzott-e. Úgy akarták köszönteni a Szent Atyát, hogy a Ferenc pápának a béke imáját közösen imádkozzák. Ez így szól: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol harag van, oda megbocsátást, ahol kétség van, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda pedig örömet. És megyünk tovább, most már a következő helyszínt fogjuk kapcsolni, ami 10 óra 15 perckor fog a hivatalos program elindulni, de már megérkeztek az első képek, tehát az Árpádházi Szent Erzsébet templomból. Találkozás szegényekkel és menekültekkel, utána pedig 11 óra 30 perckor az Isten szülő oltalom templomában a görög katolikus testvérekkel találkozik a Szent Atya. 16 óra 30 perckor pedig a Pap László Budapest Sportarénában a fiatalokkal, és a esti igazából záró program az pedig 18 órakor az apostoli nunciatúrán magán találkozó lesz Jézus társaságával, tehát a jezsuitákkal, egykori rendtársaival. És hát ugye ennek a mostani találkozónak a 10-15 órakor kezdődő, tehát a Rózsák terén, amikor találkozik a Szent Atya menekültekkel, rászorulókkal, izgalmas, hogy azért ezzel kapcsolatban már tett utalást a tenapi napon is, amikor azt mondta, hogy egyrészt hát ugye a keresztény értékekről nem lehet mereven és bezárkózva tanúságot tenni. De azt mondta, hogy a Krisztus igazsága a szelídséget és nagy lelkűséget jelent, így szelídségen és nagy lelkűségen keresztül kell kommunikálni ezt a krisztusi szeretetet. És érdekes, hogy ugye többször is idézett magyarul a Szent Atya, azt mondta, hogy jónak lenni jó, jobb adni, mint kapni. És erre mondta, hogy ugye az elesettek és a szegények megsegítésére, hát nekünk van egy konkrét szentünk, Szent Erzsébet, akit nagyon is jól ismernek, az evangélium fénylő drágakövének nevezte egyébként. És emellett pedig köszönetet mondott a különböző karitatív és oktatási intézményeknek azért, hogy a rászorultakat megsegítik, illetve ugye az üldözött keresztényeknek is, de hát most ezen a találkozón nem róluk lesz szó, viszont a cigányság, a menekültek, nem csak ukrajnai, hanem azok a menekültek is, akik az elmúlt néhány évben érkeztek Magyarországra. A holnapi program pedig 9 óra 30 perckor, de már sokkal korábban fogjuk majd élőben közvetíteni az eseményeket. Minden információ fönt van ferenc2023.hu honlapon, van egy telefonszám is, 061-998-92-66, tehát ezen a hétvégén 10 és 15 óra között lehet bármilyen információt kérni. Most pedig kapcsolódjunk be a lelki készületbe.
Ismét szeretettel köszöntöm Önöket, és külön köszöntöm innen a Rózsák teréről a most bekapcsolódó televízió nézőket. Takács Bence vagyok, a mai nap műsorvezetője. Az Ég tartja a földet címmel született musical Szikora Róbert, Lezsák Sándor szerzőpáros együttműködéséből Zsuffa Tünde azonos című regénye alapján. A darab főszereplője Erzsébet, akit a hatalmi érdekek kislányként elszakítottak a családjától. Messze hazájától jelölték ki a jegyesét, a türingiai őrgróf fiát. Apja trónszerző harcokat folytat, anyát meggyilkolták, és ennyi tragédia ellenére Erzsébet megtalálta az utat az életörömhöz és a szolgáló szeretethez. A mű jóval több egy életrajznál. A trónviszályok, gyilkosságok szövevényén át egy olyan fiatal nő porréja rajzolódik ki, akinek jósága és hite a későbbi IV. Béla királynak is erőt adott a tatárok dúlta ország újjáépítéséhez. Árpádházi Szent Erzsébet nem a középkor jámbor szentje. Története olyan, mint a gazdag ifjújé, örök, érvényű példa mindannyiunk számára. Ebből a musicalből hangzik most el az Uram című dal Békefi Viktória előadásában, aki többek között a Madách Színházban, a West End Színházban és a Gergely Teáterben is dolgozik, ismert darabok, musicalek szereplőjeként. A szélesebb hazai közönség leginkább a Sztárban Sztár Leszek című televíziós műsor győzteseként ismerhette meg. Következik Békefi Viktória. Jó,
Békefi Viktóriát hallották, aki az Ég tartja a földet című musicalből adott elő egy részletet. Most az egybegyűlt szervezetek imái következnek, mindazokért, akikért a szolgálatukban dolgoznak. A következő intézmények és közösségek képviselői fognak egy-egy rövid könyörgést elmondani. Boldog Ceferino Intézet, Csak egyet szolgálat, Jézus Társasága missziós művei, Karitatív Tanács, Katolikus Karitász, Katolikus Szeretetszolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Szent Egyet Közösség, Szeretet Misszionárusai, Teréz anya nővérei. Az imádságok közti énekbe mi is bátran kapcsolódjunk be. Drága mennyei atyánk, a te kezedbe ajánljuk roma népünket, a cigánságot. Segíts, hogy a cigánság nagy kincseit és hitünket soha el ne veszítsük. Segíts, hogy minden ember felé jó indulattal forduljunk, és ebben a közös hazában egymást segítve, egymás jogait tiszteletben tartva, egymás boldogulásán munkálkodva testvérként élhessünk. Hallgass meg, Uram! Mennyei atyánk, add, hogy a hajléktalan és rászoruló vendégeink találkozhassanak a te végtelen szereteteddel, mert így meggyógyulhatnak lelki sebeik, megtérhetnek, és átalakulhat az egész életük. Hallgass meg, Urunk! Mennyei atyánk, teremts meg, kérünk, általunk, munkatársaid által is egy erőszakmentes világot, amelyben a fiatalok bizakodva tekinthetnek a jövőbe, és legyél te számukra a remény a reménytelenségben. Hallgass meg, Urunk! Mennyei atyánk, az általad teremtett világ csodálatos és szép. Mégis van egyéni és közösségszenvedés is. Kérlek, áld meg, és segíts minden napjaikban sérült szeretteinket. Adj erőt hozzátartozóiknak, gondozóiknak, hogy nap mint nap szeretettel tudják végezni küldetésüket. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Istenünk! Az Egyiptomból menekülő népedet biztonságban vezetted, amíg új hazába nem ért, de a Szent Fiadat is kimenekítetted Heródes karmai közül. Eléd állunk most, akik a háború borzalmai miatt hagytuk el szülőföldünket, és keresünk békés hazát. Hallgasd meg kérésünket, bármely nyelven is szólnak hozzád a menekültekért. Állj mellettünk, segítő szereteteddel az újrakezdésben. Árpádházi Szent Erzsébet közben járására segíts, hogy a Caritas munkatársai és önkéntesei által végzett szolgálat reményt hozzon mindannyiunk életében. Hallgass meg, Urunk! Hallgass meg, Urunk!
mennyei atyánk, hálát adunk az önzetlen emberekért, akik munkájukkal, anyagi javaikkal, jó szándékukkal, irgalmasságukkal segítik az elesett embereket és az őket segítő szervezeteket. Kérünk téged, irgalmasság Istene, hogy őrizd meg Szent Atyánkat, Ferenc pápát, adj neki égességet, bölcsességet, tiszta szívet a világot szolgáló életéhez. Hogy egységre törekvő szívet mindazoknak, akik a rázurolók szolgálatára szánják életüket, és naponként azon munkák vannak, hogy a világban a te terved megvalósuljon. Hallgass meg, Úrunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Magasztaljon téged mindannyian, dicsérje és áldja szent nevet. Áldott légy, Uram, áldott, nagyságod előtt most kódul. Ma a háborúk és meg annyi szorongattatás napjaiban a béke déli bábnak tűnik. Jézus az élő Isten fia, vond egységbe a zaklatott nemzeteket, és adj bölcsességet a világ vezetőinek. Engedd, hogy minden fajhoz, hithez, etnikumhoz tartozó ember, emberhez méltó életet élhessen egyedül te benned. Helyettesítsd a gyűlöletet szereteteddel, kezdve a mi nemzedékünk fiataljaink. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyán, hálát adunk neked, hogy ma is hívsz szolgálatkéz lelkeket, hogy aratásodban munkálkodjanak. Köszönjük a misszionáriusokat, szerzeteseket, nővéreket és minden önkéntest, hogy áldozatos munkájukkal Isten szeretetének örömhírét terjesztik a világban. Hallgass meg, Úrunk! Kedves rendhagyó produkció következik. Értelmileg akadályozott fiatal vendégeink színkottából játsszák Marco Frizina Anima Christi című zeneszámát kis csengettyűkre átírva. A segítő műsorszámot Papné Márta vezényli. A fellépők Asztalos János, Fodor Zsófia, Pázmándi Nikolett, Ács Zita, Magyar Laura, valamint Molnár Attila. Thank you.
Deák Jakab János következik, akinek kiváló zenei tehetsége évről évre egyre jobban megmutatkozik, szólistaként és kamarazenei produkciókban egyaránt. Az elhangzó mű Johann Sebastian Bach Kávott rondó formában E-dur partitából. Hamarosan megérkezik Szent Atya, állva és közösen énekelve fogadjuk őt.
Szent Atya, a kegyelem kiváltságos perceként éljük meg ebben a templomban, amely Árpádházi Szent Erzsébet
a Caritas védőszentjének tiszteletére épült, a találkozás lehetőségét a szegényekkel és elesettekkel, a mások szeretetére szorulókkal, és az őket krisztusi szeretettel támogatókkal, akiket a krisztusi szeretet ölel itt egybe. Prohászk Ottokár püspök már a 20. század elején sürgette a magyarországi egyház felelős és hatékony elköteleződését a rászorulók irányába. Hazánkban 1931-ben alapították meg a katolikus Caritast, amely nagy lendülettel végezte munkáját 1950-ig, amikor a kommunista rendszer a szervezet működését betiltotta. Szinte titokban élt tovább a plébániákon ez a munka, egészen 1991-ig, amikor újraindulhatott hivatalosan is a katolikus Caritas, a Caritas Hungarica. Ez az intézmény sok ezer önkéntessel és sok hivatásos segítő szakemberrel gondozza az időseket és a betegeket, segíti a rászoruló családokat, a fogyatékkal élőket, kiveszi részét a szenvedély betegek gyógyításából, segíti a hajléktalanokat, a hátrányos helyzetű kisebbségekhez tartozókat, támogatja az üldözött keresztényeket, a menekülteket és a humanitárius katasztrófák áldozatait. Ez a munka zajlik a plébániákon az önkéntesek szolgálatával, valamint szervezett, professzionális körülmények között ott, ahol arra szükség van, akár a világ távoli pontjain is, ahol humanitárius vagy természeti katasztrófák helyszíneihez hívják a szakembereket. A szeretet szolgálatát itt, Szűz Mária országában több más szervezet is segíti, így például a Máltai Szeretett Szolgálat, különböző katolikus intézmények és lelkiségi csoportok, közösségek és a szeretet ökumenikus közösségében más hitvallású szervezetek is. Kérem, Szentséges Atya, adja áldását erre a munkára, amelyet sokan, még ha nem is lehetnek itt minnyájan, végeznek az Anya Szent Egyház nevében. Szeretettel és buzgó imával kérjük Isten bőséges áldását Szent Péter utódjára, aki eljött, hogy megerősítse testvéreit a hitben és a krisztusi szeretet gyakorlásában. Isten áldja a Szentséges Atyát! Már gyermekként is sokat nélkülöztem a testvéreimmel együtt. Napszámba jártunk, hogy tudjunk enni. 17 évesen mentem férjhez. Egy ideig minden rendben volt, de a harmadik gyermekünk születését követően eladósodtunk. Kénytelen voltam két műszakba járni. Itt kezdődtek el a férjemmel a problémák, inni kezdett. Egyedül tartottam el a családot éveken keresztül. Amikor már tarthatatlanná vált a helyzet, a lányok és én egy romosházba húztuk meg magunkat. A szoba mennyezete be volt szakadva. Nem volt benne áram, sem víz. A kisebbik gyermekem akkor 9 éves volt. Egyik barátunk felajánlotta segítségét, hogy ameddig nem rendeződik a lakhatásunk, addig hétközben a kicsi lányom lehet náluk. Jó megoldásnak tűnt, ám kiderült, hogy mégsem volt olyan jó ötlet. Férjem rokonsága feljelentett, hogy nem gondoskodom a gyerekeimről. A gyámhatóság ki akarta emelni a lányokat. Elkeseredettem, sírtam. Akkor még nem sejtettem, hogy közben már többen próbálnak segíteni nekem. Összefogott értem a helyi görög katolikus egyház.
Imádkoztam a jó Istenhez, hogy segítsen megtalálni az utamat. Hívtam magamhoz a szűzanyát, hogy ő is anya, mentse meg a gyermekeimet. És azt éreztem, hogy velem az Úr, csak bíznom kell benne, és valóban. A görögkatolikus iskolában új, határozatlan idejű munkaszerződést kaptam, magasabb fizetéssel. Egy üresen álló egyházi ingatlant használatba kaptunk, és megengedték, hogy oda beköltözzünk. Szeretettel álltak mellém a görögkatolikus egyházon belüli emberek. Soha nem feledem el nekik. Keményen dolgoztam, és később saját kis házat tudtam venni. Látszólag mindenki alakult, ám a lelkem még háborgott. Ártani akartam azoknak, akik nekem is ártottak. Mindig ugyanúgy ébredtem, haraggal, indulatosan. Váratlanul a kicsi lányom rosszul lett, ekkor észhez tértem. Azt éreztem, hogy ez egy lecke a jó Istentől, mert ártani akarok másoknak. Sírva kértem bocsánatot a szűzanya kép előtt. Nem sokára rá az apjuk kórházba került, rosszul lett. Többször újra kellett éleszteni, aztán megaltatták, mert rohamai voltak. A nagyobbik lányom sokat sírt, még éjszaka is, sajnálta az apját. Én vivódtam, imádkoztam. Végül harmadik nap bementem a templomban, kértem a szűzanyát, hogy bocsásson meg nekem minden rosszért, amit másoknak kívántam. S ha úgy gondolja, hogy megérdemlem, hogy lelkiismeret furdalással éljek, akkor vegye el az apjuk életét. De ha úgy gondolja, hogy nem vagyok ennyire rossz ember, akkor hagyja életben, mert a gyerekeinek még szüksége lehet rá. Hazamentem, folytattam az imádkozást. Már hajnalodott, amikor megint ugyanazt éreztem, velem az Úr, és értettem, amit tudtomra akar adni. Másnap bementem a kórházba. Egy hét után akkor ébresztették fel először úgy, hogy nem jött rá roham. Rám nézett és annyit mondott, te itt vagy? Onnantól kezdve minden napja volt az állapota. Azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor teljesen kiengesztelődtem és Isten tenyerébe simultam. Ваша святість, папа Франциск, щиро дякую за те, що дозволили мені поділитися з вашою святістю, історією та нашою вдячністю від імені біженців з України. У травні 2022 року всю ніч вибухали ракети в Дніпропетровську та інших містах, руйнувалися будівлі. Коли наша сім'я опинилася під загрозою, ми вирішили переїхати. Моя дружина Людмила і діти Даніїль, Марія, Олександра, Єлизавета і Ілля, щоб захистити їхнє життя, ми відчували, що в нас є, немає іншого вибору, окрім як виїхати. Коли ми знову матимемо дах над головою, ми не знали, тільки куди йти. Колись, понад 46 років тому назад, я служив солдатом-кухарем в Угорщині, і з тих пір гостинність і доброзичливість угорців живе в мені, навіть трохи вивчив угорську мову. Я знав, що якщо доведеться тікати, то ми поїдемо до Угорщини, хоча Будапешт знаходиться дуже далеко від нашого міста, 1500 кілометрів. Дорога зайняла декілька днів. Ми дуже настраждалися, і у нас мало було що з собою. Коли ми приїхали в Угорщину, добрі люди з великою турботою надали нашій сім'ї місце для проживання і дали потрібну нам допомогу. А згодом нас з любов'ю зустріли і прийняли в інтеграційному центрі католицького Карітасу. Ми отримали відчутну фінансову допомогу у вигляді ваучерів, які стали рятівною для моєї сім'ї в перший період злиднів, а також дало нам підбадьорення і надію. Для нас і наших дітей Угорщина – це був початок нового життя, новий шанс. Тут нас прийняли і ми знайшли новий дім. Так багато людей постраждає і продовжують страждати від війни.
Ми дуже вдячні Святішому Отцеві і не тільки за те, що він підтримує і голосить мир, і заступається за жертв війни, а за справжню і діючу допомогу. А також за любов католицьких вірних, за їхні молитви, які не тільки допомагають, але й дають надію, що все буде добре. Мої діти підготували музичний подарунок, знак вдячності працівникам організації «Карітас» і вашій святості, яку ми хотіли би зараз виконати. У цьому творі наша сім'я має намір висловити повагу до жертв, вдячність помічникам, а також бажання миру і молитви водночас. Нехай береже усіх нас Господь мира і злагоди. Сентатя. Сентатя, nagyon köszönöm, hogy az Ukrajnából menekülők nevében megoszthatom őszentségével a történetüket és hálákat. 2022. májusában Dnipropetrovskból és más városokban egész éjjel rakéták robbantak, és épültek, omlottak össze a házak. Amikor a családunk veszélyt fenyegette, úgy döntöttünk, hogy elköltözünk. Feleségemmel, Ljudmilával, 5 gyermekünkkel együtt, Dániellel, Máriával, Alexandrával, Illyával és Elizabetával. És az ő életük védelmébe úgy éreztük, hogy más választásunk nincs, menni kell. Nem tudtuk, mikor lesz újra tető a fejünk felett. És hová menjünk? Egyszer régen, 46 évvel ezelőtt katonaszakácsként szolgáltam Magyarországon, és azóta is él bennem a magyarok vendégszeretete, barátságossága, sőt, egy kicsit meg is tanultam magyarul. Tudtam, hogy ha menekülnünk kell, akkor Magyarországra jövünk. Bár Budapest nagyon messze van, több mint 1500 kilométerre Dnipropetrovsktól. Az út több napig tartott, nagyon fáradtak voltunk, nagyon kevés dolgot tudtunk magunkkal hozni. Amikor megérkeztünk Magyarországra, először is jó emberek nagy gondot fordítottak arra, hogy családunknak szállást biztosítsanak, és megadják a szükséges segítséget. Később a Katolikus Karitász integrációs központjában is szeretettel voltak hozzánk, és befogadtok bennünket. Kézzelfogható anyagi segítséget kaptunk utalvány formájában, ami családom számára életmentő volt, és szegénység első időszakában egyben bátorítást és reményt is adott. Számunkra is gyermekeink számára Magyarország egy új élet kezdete, egy új esélyt jelentett. Így befogadtak bennünket, és új otthonra lehetünk. Nagyon sokan szenvedtek már, és szenvednek még most is a háborútól. Nagyon hálásak vagyunk őszentségének, hogy hallatja a hangját a békéért, és kiáll a háború áldozataért. Valamint hálások vagyunk a katolikus hívők szeretetéért és imáiért, amik nem csak segítenek, de erősítenek is bennünket. A gyermekeink készültek egy dallal hálából a magyar katolikusok munkatársának, Karitász munkatársainak, amit most szeretnénk eljátszani Szentatyának is. Ebben a dalban úgy gondoljuk, hogy áldozatok iránti szeretet, segítőknek szóló hála, a béke iránti vágy és az ima egyszerre csendül fel. Isten óvja meg mindnyájunkat. Békét és harmóniát kívánunk. Thank you.
Szent Atya, közösségünk az idén 25 éves Új Jeruzsálem katolikus közösség Jézus Krisztus evangéliumát hirdeti minden embernek. Így kezdettől fogva kapcsolatba kerültünk a szegényekkel, és igyekeztünk mindenben segíteni nekik. De éreztük, hogy ez kevés. A 2007-es budapesti városmisszió során szívünkre helyezte a Szentlélek, hogy egy olyan helyre van szükség, ahol minden nap együtt lehetünk velük. Így jött létre a Csak Egyet szolgálat. Budapesten 2246 ember lakik hajléktalan szállókon, és 436 fő él az utcán. A hajléktalanságtól veszélyeztetettek száma azonban ennél sokkal nagyobb. Vendégeink között vannak volt állami gondozottak, pszichiátriai problémákkal, szenvedélybetegségekkel küzdők, börtönből szabadultak. De itt vannak közöttünk a gyermekeiket egyedül nevelő elhagyott édesanyák, nagymamák és az idősek is. Központunkban reggelivel és ebéddel várjuk a hozzánk betérőket, naponta általában 150 embert. Mód van nálunk fürdésre, mosásra, szállás és munkakeresésre, ügyintézésre. A városban egyedüli szervezetként mindenkinek kiváltjuk a gyógyszereit. Karolj fel programunk keretében hosszú távú, terv szerint segítséget nyújtunk. Úgy tapasztaljuk, hogy hajléktalan vendégeinknek nem a lakhatás a legsúlyosabb problémájuk, hanem a támogató emberi kapcsolatok hiánya és a belső erőforrásai kimerülése. Jézus, az élő ige éppen a szívüket és a kapcsolataikat gyógyítja, hiszen az ember belülről épülhet újjá. Aki Isten jelenlétében akár egy pillanatra is megtapasztalja saját értékességét, az méltóságában helyreállítva új életet kezdhet Krisztussal. Ezért vannak nálunk rendszeresen dicsőítő imaórák, szentmisék, gyónási alkalmak, szentségimádások. Ezért nyújtunk lehetőséget helyben a szentségekre való felkészülésre is. Ezek a programok nem kötelezőek, mégis nyitott szívvel vesznek részt rajtuk a vendégeink. Nagy öröm számunkra egy-egy ember életének teljes felépülését szemlélni, mint például az itt jelenlévő Gyula és Tamás testvérünk esetében is megtörtént. Munkatársaink majdnem fele a volt vendégeink közül került ki, akik igazi kollégáinkká váltak.
szolgálataink nem valósulhattak volna meg, napi közös házastársi imáink és öt gyermekünk támogatása nélkül, akik közel többen velünk együtt szolgálhatnak. Mindezekért isteni a dicsőség, hiszen mi csak szemléljük, ahogyan ő cselekszik a szegények között, akiket annyira szeret. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di essere qui in mezzo a voi. Grazie Monsignor Antal per le sue parole di benvenuto e grazie per aver ricordato il generoso servizio che la Chiesa ungherese svolge con i poveri. I poveri bisognosi, non dimentichiamolo mai, sono al cuore del Vangelo. Gesù infatti è venuto a portare ai poveri il lieto annuncio. Essi allora ci indicano una sfida appassionante, perché la fede che professiamo non sia prigioniera di un culto distante dalla vita e non diventi preda di una sorta di egoismo spirituale, cioè di una spiritualità che mi costruisco a misura della mia tranquillità interiore e della mia soddisfazione. Vera fede invece è quella che scomoda, che rischia, che fa uscire incontro ai poveri e rende capace di parlare con la vita il linguaggio della carità. Come afferma San Paolo, possiamo parlare tante lingue, possedere sapienza, ricchezze, ma se non abbiamo la carità, non abbiamo niente e non siamo niente. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Örülök, hogy köztetek lehetek. Köszönöm Antal püspök úr köszöntő szavait, és köszönöm, hogy bemutatta azt a nagylelkű szolgálatot, amelyet a Magyar Egyház a szegényekért és a szegényekkel végez. A szegények és a rászorulók állnak, ezt soha ne feledjük, az evangélium középpontjában. Jézus ugyanis azért jött, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek. Ez izgalmas kihívás elé állít bennünket, hogy az általunk vallott hit ne legyen egy életidegen szekta fogja, és ne váljon áldozatává egyfajta lelki egoizmusnak, vagyis egy olyan lelkiségnek, amelyet a saját belső nyugalmam és elégedettségem érdekében alakítok ki. Az igazi hit ezzel szemben az, amely kényelmetlen, amely kockáztat, amely kilép a világba, hogy találkozzon a szegényekkel, és képessé tesz arra, hogy saját életünkkel a szeretet nyelvét beszéljük. Ahogy Szent Pál mondja, szólhatunk bár nyelveken, bírhatunk bölcsességgel és gazdagsággal. Ha nincs bennünk szeretet, semmink sincs, és semmik vagyunk. Il linguaggio della carità è stata la lingua parlata da Santa Elisabetta, verso la quale questo popolo nutre grande devozione e affetto. Arrivando stamani ho visto nella piazza la sua statua con il basamento che la raffigura
mentre riceve il cordone dell'ordine francescano e contemporaneamente dona l'acqua per dissetare un povero. È una bella immagine quella della fede. Chi si lega a Dio come fece San Francesco di Assisi, a cui Elisabetta si è ispirata, si apre alla carità verso il povero. Perché se uno dice io amo a Dio e odia il suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Santa Elisabetta, figlia di re, era cresciuta nella agiatezza di una vita di corte, in un ambiente lussuoso, privilegiato. Eppure, toccata e trasformata dall'incontro con Cristo, ben presto sentì un rigetto verso le ricchezze e le vanità del mondo, avvertendo il desiderio di spogliarsi e di prendersi cura di chi ne ha bisogno. Così non solo spesse i suoi averi, ma anche la sua vita a favore degli ultimi, dei lebbrosi, dei malati, fino a curarli personalmente e a portarli sulle proprie spalle. Ecco il linguaggio della carità. A tevéke in szeretet nyelve. Ezt a nyelvet beszélte Szent Erzsébet, aki iránt ez a nép oly nagy tisztelettel és szeretettel van. Amikor ma délelőtt megérkeztem, megpillantottam a téren az ő szobrát, amelynek talapzatán látható, ahogyan a Szent fogadja a ferences rend kordáját, valamint vízzel oltja a szegény ember szomját. Ez a hit gyönyörű képe. Aki Istenhez köti magát, mint Assisi Szent Ferenc, akinek életéből Erzsébet ihletet merített, az megnyílik a szegények iránti szeretetre, mert ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Szent Erzsébet, a király leánya az udvari élet jólétében fényűző és kiváltságos környezetben nőtt fel. Mégis megérintve és átalakítva a Krisztussal való találkozástól, hamarosan elutasította a világ gazdagságát és hiúságait, és arra érzett vágyat, hogy ezekről lemondva a rászorulókról gondoskodjon. Így nem csak a jövedelmét, hanem az életét is a legutolsók, a leprások és a betegek szolgálatára áldozta, egészen odáig, hogy személyesen ápolta és a saját vállán vitte őket. Ez a tevékeny szeretet nyelve. Se ne ha parlato anche Brigida, che ringrazio per la sua testimonianza. Tante privazioni, tante sofferenze, tanto duro lavoro per cercare di andare avanti e di non far mancare il pane ai suoi figli. E nel momento più drammatico il Signore gli è venuto incontro per soccorrerla. Ma l'abbiamo ascoltato dalle sue stesse parole come è intervenito il Signore? Egli, che ascolta il grido di chi è povero, rende giustizia agli oppressi, dà pane agli affamati e rialza chi è caduto. Non arriva quasi mai risolvendo dall'alto i nostri problemi, ma si fa vicino con l'abbraccio della tenerezza, ispirato alla compassione dei fratelli e che se ne accorgono e non restano indifferenti. Brigitta ce lo ha detto, ha potuto sperimentare la vicinanza del Signore grazie alla Chiesa greco-cattolica, tante persone che si sono prodigate ad aiutarla, incoraggiarla a trovare un lavoro e sostenerla nel bisogno materiale e nel cammino della fede. Questa è la testimonianza che ci è richiesta, la compassione verso tutti, specialmente verso coloro che sono segnati dalla povertà, dalla malattia e dal dolore. Compassione, che vuol dire patire con. Abbiamo bisogno di una Chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità, idioma universale che tutti ascoltano e comprendono, anche i più lontani.
anche coloro che non credono. Brigitta is, akinek köszönöm a vallomását, beszélt nekünk erről. Mennyi megpróbáltatásban, mennyi szenvedésben, mennyi kemény munkában volt része, hogy boldoguljon, hogy a gyermekei ne éhezzenek, és a legdrámai pillanatban segítségére sietett az Úr. De, ahogy saját szavaival hallottuk, hogyan is avatkozott be az Úr? Ő, aki meghallja a szegények kiáltását, az elnyomottaknak igazságot szolgáltat, az éhezőknek kenyeret osztogat, és fölemeli a megalázottakat. Alig, ha úgy érkezik, hogy a magasból megoldja a problémáinkat, hanem gyöngétségének ölelésével közeledik. Együttérzést ébresztve a testvérekben, akik észreveszik a szükséget, és nem maradnak közömbösek. Brigitta elmondta, az Úr közelségének megtapasztalását a görögkatolikus egyháznak köszönheti, annak a sok embernek, akik mindent megtettek, hogy segítsék, bátorítsák, munkát találjanak neki, támogassák anyagi szükségében és a hit útján. Ez az a tanúságtétel, amely kötelességünk. Együttérzés mindenki, különösen is azok iránt, akik szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Olyan egyházra van szükségünk, amely folyékonyan beszéli a tevékeny szeretet nyelvét. Egy olyan egyetemes nyelvet, amelyet mindenki meghal és megért, még a legtávolabb állók is, még azok is, akik nem hisznek. E a questo proposito esprimo la mia gratitudine alla Chiesa ungherese per l'impegno profuso nella carità, un impegno capillare. Avete creato una rete che collega tanti operatori pastorali, tanti volontari, le Caritas parrocchiali e diocesane, ma anche gruppi di preghiera, comunità di credenti, organizzazioni appartenenti ad altre confessioni, ma unite in quella comunione ecumenica che sgorga proprio della carità. E grazie per come avete accolto, non solo con generosità, ma pure con entusiasmo, tanti profughi provenienti dall'Ucraina. Ho ascoltato con commozione la testimonianza di Oleg e della sua famiglia, il vostro viaggio verso il futuro, un futuro diverso, lontano dagli orrori della guerra. È iniziato in realtà con un viaggio della memoria, perché Oleg ha ricordato la calorosa accoglienza ricevuta in Ungheria anni fa, quando venne a lavorare come cuoco. La memoria di quell'esperienza lo ha incoraggiato a partire con la sua famiglia e venire qui a Budapest, dove ha trovato generosa ospitalità. Il ricordo dell'amore ricevuto riaccende la speranza, incoraggia a intraprendere nuovi percorsi di vita. Anche nel dolore e nella sofferenza, infatti, si ritrova il coraggio di andare avanti quando si è ricevuto il balsamo dell'amore. E questa è la forza che aiuta a credere che non è tutto perduto e che un futuro diverso è possibile. L'amore di Gesù ci dona e che e l'amore che Gesù ci dona e che comanda di vivere contribuisce allora a estirpare dalla società, dalle città e dai luoghi in cui viviamo il male dell'indifferenza. È una peste l'indifferenza, il male dell'egoismo, e riaccende la speranza di un'umanità nuova, più giusta, fraterna, dove tutti possano sentirsi a casa. És ennek kapcsán köszönetemet fejezem ki a Magyar Egyháznak a tevékeny szeretet melletti elkötelezettségéért, odaadottságáért. Létrehoztatok egy olyan hálót, amely összeköti a sok lelkipásztori munkatársat, a sok önkéntest, a plébániai és egyházmegyei karitászokat, de az imacsoportokat, a hívők közösségeit, a más felekezetekhez tartozó szervezeteket is.
egyesítve őket abban az ökumenikus közösségben, amely éppen a szeretetből fakad. És köszönöm, hogy nem csak nagy lelkűen, hanem lelkesen is oly sok menekültet fogadtatok be Ukrajnából. Meghatódva hallgattam Oleg és családja vallomását a ti utazásotok a jövő felé, egy új jövő felé, távol a háború borzalmaitól. Valójában az emlékezet egy utazásával kezdődött, mert Oleg felidézte azt a meleg fogadtatást, amelyben évekkel ezelőtt Magyarországon része volt, amikor szakácsként itt dolgozott. Ennek az élménynek az emléke arra bátorította, hogy családjával együtt elinduljon, és ide, Budapestre jöjjön, ahogy nagy lelkű vendégszeretetre talált. A szeretet emléke, amelyben részesültünk, feléleszti a reményt, és az élet új útjaira ösztönöz. Az ember még a fájdalomban és a szenvedésben is bátorságra talál a tovább lépéshez, ha megkapta a szeretet balzsamát. Ez az az erő, amely segít elhinnünk, hogy nincs minden veszve, és lehetséges egy más jövő. A szeretet, amelyet Jézus nekünk ajándékoz, és amelynek megélésére hív minket, hozzájárul ahhoz, hogy a társadalomból, a városokból és a szűkebb környezetünkből kiírtsuk a közöny és az önzés gonoszságait, és újra feléleszti a reményt egy új, igazságosabb és testvériesebb emberiségnek, amelyben mindenki otthon érezheti magát. Tante persone, purtroppo anche qui, sono letteralmente senza casa. Molte sorelle e fratelli segnati dalla fragilità, soli, con vari disagi fisici e mentali, distrutti dal veleno della droga, usciti di prigione o abbandonati perché anziani, sono colpiti da gravi forme di povertà materiale, anche di povertà culturale e spirituale, e non hanno un tetto o una casa da abitare. Zoltán e sua moglie Anna ci hanno offerto la loro testimonianza su questa grande piaga. Grazie per le vostre parole e grazie per aver accolto quella mozione dello Spirito Santo che vi ha portato con coraggio e con generosità a costruire un centro per accogliere persone senza fissa dimora. Grazie. Mi ha colpito sentire che insieme ai bisogni materiali prestate attenzione alla storia e alla dignità ferita delle persone, prendendovi cura della loro solitudine, della loro fatica di sentirsi amate e benvenute al mondo. Anna ci ha detto che è Gesù la parola vivente che guarisce il loro cuore e le loro relazioni, perché la persona si ricostruisce dall'interno, cioè rinasce, cioè quando sperimenta che agli occhi di Dio è amata e benedetta. E questo vale per tutta la Chiesa. Non basta dare il pane che sfama lo stomaco, c'è bisogno di nutrire il cuore delle persone. La carità non è una semplice assistenza materiale e sociale, ma si preoccupa della persona intera e desidera rimetterla in piedi con amore, con l'amore di Gesù, un amore che aiuta a riacquistare bellezza e dignità. Fare la carità significa avere il coraggio di guardare agli occhi. Tu non puoi aiutare un altro guardando in un'altra parte. Per fare la carità ci vuole il coraggio di toccare. Tu non puoi buttare le elemosine a distanza, senza toccare. Toccare e guardare. E così tu, toccando, guardando, incomincia un cammino con quella persona bisognosa, che ti farà capire quanto bisognoso, quanta bisognosa sei tu dello sguardo e della mano del Signore. Sokan itt sajnos hajléktalanok a szószoros értelemben is. Sok kiszolgáltatott testvérünket, akik egyedül számos testi és szellemi korlátozottsággal élnek, akiket a drogfüggőség tönkretett,
akik börtönből szabadultak, vagy idős koruk miatt magukra maradtak. Érintik az anyagi, kulturális és lelki szegénység súlyos formái, és nincs tető a fejük felett, nincs otthonuk, ahol élhetnének. Zoltán és felesége, Anna, tettek előttünk tanúságot erről a nagy csapásról. Köszönjük szavaitokat. És köszönjük, hogy elfogadtátok a Szentléleknek azt az indítását, amely arra hívott benneteket, hogy bátran és nagylelkűen egy hajléktalanokat befogadó központot hozzatok létre. Mélyen megérintett, hogy az anyagi szükségletek mellett figyelmet fordítotok az emberek lelki sérültségére és méltóságára. Gondoskodásotok kiterjed a magányukra, és ezért vívott küzdelmükre, hogy szeretetnek és befogadottnak érezzék magukat a világban. Anna azt mondta, hogy Jézus az élő ige éppen a szívüket és a kapcsolataikat gyógyította, hiszen az ember belülről épülhet újjá, vagyis újjá születik, amikor megtapasztalja, hogy Isten szemében ő szeretett és áldott. Ez vonatkozik az egész egyházra is, nem elég csak kenyeret adni, ami a gyomrot táplálja, hanem az ember szívét is táplálni kell. A tevékeny szeretet nem pusztán anyagi és szociális segítségnyújtás, hanem az egész emberre figyel, és Jézus szeretetével talpra akarja őt állítani, olyan szeretet, amely segít visszanyerni szépségünket és méltóságunkat. Olyan szeretet, amely nem elég ahhoz, hogy valamit adjunk a szegényeknek, alamizsnát osszunk, hanem nagyon fontos megérinteni fizikailag azt az embert. És így egy nagyon szép együtt útonjárás kezdődik, és igazából ez az egyháznak is az értelme, ez minden keresztény embernek a hivatása, szeretni, de fizikailag is megérinteni azt az embert, aki éppen rászorul. Fratelli e sorelle, incoraggio a parlare sempre il linguaggio della carità. La statua in questa piazza raffigura il miracolo più famoso di Santa Elisabetta. Si racconta che il Signore una volta trasformò in rosse il pane che portava ai bisognosi. E così anche per voi, quando vi impegnate a portare il pane agli affamati, il Signore fa fiorire la gioia e profuma la vostra esistenza con l'amore che donate. Fratelli e sorelle, vi auguro di portare sempre il profumo della carità nella Chiesa e nel vostro Paese. E vi chiedo, per favore, di continuare a pregare per me. Testvéreim, arra bátorítalak benneteket, hogy mindig a szeretet nyelvén beszéljetek. Szent Erzsébet életének egyik epizódjában az Úr rózsává változtatta azt a kenyeret, amelyet ő a rászorulóknak vitt. Így van ez veletek is. Amikor vállalkoztuk arra, hogy kenyeret vigyetek az éhezőknek, az Úr kivirágoztatja az örömöt, és az általatok nyújtott szeretettel illatosítja be életeteket. Kívánom, hogy az egyházban és a hazátokban mindig hordozátok a szeretet illatát, és arra kérlek titeket, hogy továbbra is imádkozzatok értem.
pedig, kedves testvérek, imádkozzuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. In nomine Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Very kind of you. Thank you. That's for you. Oh, my God.
mindenütt a földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhet, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet. Egy mindent elhordozva kell, sok védket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Minden elhitt és remény, a szeretet.
grazie. Mille grazie. Thank you.
Mindnyájunk által szeretett Ferenc pápa, Szent Márkonik János pápától tanultuk azt a fontos igazságot, hogy Krisztus egyháza két tüdővel lélegzik. Kelet és nyugat lelke, együttesben érteket, igazgató testet. Ez a költői és teológiai kép ezen a téren különösen is érvényesül. Egymás mellett áll két templom. Egymás mellett él két közösség, a római és a görög katolikus. A plébánia és a parókia összeér, közösség életünk összefor. Ezt a templomot a római katolikus testvérektől kaptuk, jó 120 évvel ezelőtt. Nekünk, görög katolikusoknak különösen is fontos a katolikus egyházhoz tartozásunk. Születésünkkel az első unióktól fogva sokat kellett szenvednünk ezért a kettős hovatartozásért. Vértanúi nem csak keresztény hitükért, hanem kifejezetten a katolikus egyházhoz tartozásukért haltak meg. Hiszen ha vállalják a kommunista erőszak diktátumát, visszatérnek az ortodox hitre, megmenthették volna az életüket. De inkább meghaltak, sem hogy a katolikus egyházat megtagadják. Ezért senki nem hagyja kétségbe, hogy miközben igyekszünk hűséggel ragaszkodni keleti gyökereinkhez, ezzel nem különállni akarunk, hanem hidat képezni a két testvér egyház között. Hiszen mi valamilyen módon mindkettőhöz oda tartozunk. Ezzel a mai látogatással, hogy a legfőbb egyházfő betér szerint keleti hajlékunkban, óriási megerősítést kaptunk, hogy a katolikus egyháznak mi is egyenértékű tagjai vagyunk. Ígéretet tesszük arra, hogy miközben Krisztus keressük és hirdetjük, egyházi létünkben az egység hordozói és építői leszünk. Ezt mindennek előtt buzgó imádságunkkal szeretnénk munkálni, ezt tartjuk legfőbb kötelességünknek és lehetőségünknek. Ezzel tudjuk éltetni a titokzatos testet. Kérjük, fogadj el tőlünk ezt az egyszerű jelképes ajándékot, a keleti egyház rózsafűzérét, a csokkit, amelyet görögpatikus fiatalok kötöttek erre a alkalomra, és amelyet a gyermekek adnak át. Mindjárt üzenetét kifejezve ezzel, hogy gyermeki hittel fogjuk szeretni Krisztus Urunkat, az ő egyházát és földi helytartóját, János pápát. Ferenc pápán köszönöm. Vorremmo chiederle di pregare con noi e di cantare la grande litania, ossia l'Ecclesia della Pace, secondo il nostro rito, unirsi noi per cantare Urom Irgolmos, dire lei sì. Úrhoz! Úrhoz! Szeretett
országunk vezetőjét és népünkért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért, könyörögjünk az Úrhoz. Hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Meg könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és minden Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Misericordia eius, descenda super vos, de eius gratia et amore, in tem, in omni tempore, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adesso piccolo regalo della parte della parrocchia. Véges főpásztorunknak, Ferenc pápának adjunk békességet, egészséget és áldást. Thank you.
Köszönöm.